Réka egy új csapattal készülsz a 2019-es szezonra. Mennyire volt nehéz a váltás? Igen, szeptembertől a saját klubomon belül, a Honvédon belül egy másik csapathoz kerültem. Egy kicsit úgy gondolom, hogy az elején nehézkesen vettem fel a ritmust, mert más ingerek értek, de szerencsére úgy érzem, hogy mind szakmailag, mind pedig hangulatilag egy nagyon jó helyre kerültem. Mi a különbség mondjuk a Vackó edzései és a csipesféle módszerek között? Egy kicsit talán gyorsabb, meg ritmusosabbak az edzések, nem mindig a mennyiségre törekszünk, gyakran inkább a minőségre, és kicsit azért több pihenőt is kapunk, és ezt úgy érzem, hogy meghálálja a szervezetem. Mi az az eddigi munka, amit itt ebben az edzőtáborban el tudtatok végezni? Azért most már, hogy megjöttünk, belecsaptunk azért a résztávos edzésekbe, azt is egy kicsit nehezebben éltem meg így az elején, de úgy gondolom, hogy most már kezdjük felvenni a sebességet, és jó úton haladunk. Azért azt hiszem, hogy így március közepén már minden versenyző fejében megfogalmazódik a cél, az adott szezonra szóló cél, illetve látja maga előtt, hogy milyen számokba szeretne jól szerepelni. Ugye te rendkívül sikeres vagy 200 méteren, milyen tervekkel vágsz a szezonnak? Igen, szeretném megtartani azért elsősorban a 200 méter, de nagyon szeretnék most már egyesben is dobbantani. De úgy gondolom, hogy azért egy női versenyzőnek illik 500 méteren is nagyon jól menni, úgyhogy azt se fogom háttérbe szorítani. Most itt az edzőtáborban nem látom az eddigi párodat, akivel ugye 200 méteren világbajnoki címet is szereztél. Mennyire van esélye arra, hogy Ágival folytassátok? Még nem beszéltünk erről az edzőkkel, biztos ki fogjuk próbálni, ugye azért már bebizonyosodott, hogy működött ez a páros, de még semmi sincsen lefektetve.